kétféle ember nem tud örülni a labdarúgó válogatott győzelmének. Egyrészt azok az Orbán-fóbiás ballipsik, akik úgy gondolják, hogy a válogatott fügefa levél a rendszer természetén. Akiket nagyban emlékeztet a jelenlegi helyzet a Rákosi korszakra, amikor az aranycsapat sikert sikerre halmozott, miközben az ország élhetetlen volt azoknak, akik nem csipázták Rákosi elvtársat, az államosítást, és reménytelenül nézték, ahogy a bolsevik Magyarország feloldódik a keletben. Ők, amikor a válogatottra néznek, nem egy gyönyörű szoboszlai alakú fügefa levelet látnak, hanem Orbán Viktor ronda nagy faszát. A másik csoport, ami képtelen örülni a válogatott sikerének, a Fidesz fanatikusok. Ők ránéznek a gyönyörű szoboszlai alakú falevélre, és Orbán Viktor még gyönyörűbb falloszát látják, meg egy csomó ballipsit, akik nem akarják leszopni. És ezen kattannak el. Nyilván mindkét hozzáállás abnormális, és sokat elmond Magyarországról, ahol a 10%-os európai csúcsinfláció siker, ahol nincs az a kétharmad, ami után háttérbe vonulnának a vesztes pártelnökök, ahol a kormány napi szinten uszít migránsok, melegek, pedagógusok, vagy éppen Brüsszel ellen, és ahol egy személyiséghiányos hisztérika félrekúrása az év belpolitikai eseménye. Én ezért is gondoltam azt, hogy készítek egy videót, amiben nem szolgálom ki egyik elbaszottságot sem, elismerem, amit el kell ismerni, a válogatott sikerét, és méltatom a magyar Disney herceget, Szoboszlai Dominikot. De a tisztesség kedvéért azon is viccelődtem, hogy Rossi mester a győzelem pillanatában nem csak az ünnepléssel foglalkozott, hanem kioktatta azokat, akik szerinte nem szeretik eléggé a magyar válogatottat. Sok magyar van, aki nálam jóval kevésbé szeretik a magyar válogatottat, és jó lenne, hogyha szégyenkeznének. Márkó, vaffankúló, öreg cimbora, elkezdted a megafon képzést? Nem gondoltam, hogy egy migráns gúnyolása robbantja be a hungarizmus motorjait, de nagyon régen kaptam annyi halálos fenyegetést, mint az elmúlt napokban, miután a megafon és a vadhajtások engem is célpontjává tett a válogatott csoport elsőségére épülő gyűlöletkampányuknak. Most ugyanis az az aktuális széljobb virtus, hogy minden ellenzékét megvádolnak, hogy nem örül, nem eléggé örül, vagy nem őszintén örül a labdarúgó válogatott sikerének, és egy retkes, magyar gyűlölő, büdös, szőrös talpú román féreg. A záporozó mocskolódások és fenyegetések sűrűjében az a megtisztelő inzultus ért, hogy Orbán Viktor első számú gyűlöletmirigye is rám fröccsendett némi gennyet a magyar nemzet hasábjain, személyesen Bayer Zsolt döntött úgy, hogy Móresre tanítja ezt a lipsi oláluvnyát. Kifejezett izgalommal nyitottam meg az írást, hogy ezúttal mit szállít 30 ezüstért a karaktergyilkosságok mengeléje. Esetleg a taknyomon és a véremen akar majd kirángatni a saját konyhámból, ahogy azt a tiltakozó civilekkel szerette volna. Ha még egyszer ezek vagy ilyenek megjelennek a parlament épületében, és ott megzavarják a munkát, akkor úgy kell őket onnan kivágni, mint a macskát szarni. Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön. Esetleg anyámat is bevonja a közéleti vendettába, ahogy Pankotai Lili muterjával tette. Hát téged ki a anyád nevelt föl. Vagy csöpögő, ragyás, kampós orrokból kell megfejtenem, hogy lezsidózott-e, esetleg Nagy Blankához hasonlóan valami ilyesmit kapok. Te nem hős vagy, hanem egy szerencsétlen, nyomorult, ócska kis proli. És hogyha így folytatod, akkor belőled nem hős lesz, hanem maradsz egy szerencsétlen, nyomorult, rohadt kis proli. Íme az Orbán rendszer Kazinczy Ference. Hülye gyerekezik, elmebetegezik, hazaárulózik, ahogy a foskatyusán kifér. Viszont a rólam szóló publicisztikát olvasva csalódnom kellett. Ugye van az a mémesült videó, hogy egy kisgyerek elkámpicsorodik, mert Minecraftot kér karácsonyra, de a nagyapja a Minecraftot veszi meg. Hát, én a Minecraftot vártam, és Minecraftot kaptam. Bayer Zsolt homlokára ugyanis ezúttal nem állandó múzsája, Goebbelsz lehet csókot, hanem a baginacsából inspirálódott a lovagkeresztes torrente. Ebből a részletből azt a következtetést sikerült leszűrnie, hogy nem szeretem a pálinkát. Szoboszlai Dominik miatt is örülök, aki egy potenciális világsztár, ráadásul olyan, mint egy Disney herceg, gazdag, jóképű, végtelenül tehetséges és szingli. És hát van, amit még a Disney hercegek sem tudnak, 90 perc loholás és két gól után ilyen lazán bevágni egy pálinkát.
Hungari se világsztár. Legközelebb gólt lő, disznót vágnak a futópályán. Bayer Zsolt szerint azért nem szeretem a pálinkát, mert soha egyetlen Forma 1-es verseny után nem tettem szóvá a pezsgővel locsolkodást és a pezsgőívást, illetve nem gyártottam viccet arra, hogy legközelebb vajon mi történik. Megnyerik a futamot, és a box utcában főznek egy böv borkinyont, vagy egy kökavant. A pezsgő speciál tényleg nem szeretem, de nem ezért nem jutná eszembe, hogy ezzel viccelődjek, hanem azért, mert ezer éve így ünnepelnek a motorsportokban. Miért tennék úgy, mintha szellemi fogyatékos lennék, aki nem ismeri ezt a szokást? Bayer Zsoltnak soha nem okoz gondot magából hülyét csinálni, de én akkor lepődöm meg valamin, hogyha először látom. És a pálya szélén düskéző futballista látványa, hát új élmény volt. Egy ikonikus média pillanat. De hogyha megpróbálom jóindulatúan értelmezni Bayer értetlenkedését, akkor lehet, hogy a kampós orrú, zselészemű, puffadt arcú, pénzért a lelkét is áruba bocsátó Bayer nem is néz foci meccseket. Azért nem érti, hogy ebbe semmi rossz indulat nem volt. A Pottyondinak csak a pálinkával és a disznóvágással van problémája. S úgy általában mindenféle ózsdi magyar dologgal. Nála a disznóvágás is a féle szimbólumként kerül elő, az elmaradottság, a suttyóság, a falusiasság, no meg a gusztustalanság szimbólumaként, ahogy ezeknél mindig. Mondja ezt Bayer Zsolt, aki világéletében Budapesten élt, nekem a vidéki parasztnak, akinek a közvetlen szomszédjába 3 havonta vágtak disznót. Még nyáron is. Egyébként tényleg nem rajongok a disznóvágásért, de lehet, hogy ennek nem a magyar gyűlöletem az oka, hanem hogy 10 éves koromig azoknak a nyomorult állatoknak a visítására keltem reggel 5-kor, amiket előző nap még simogattam. A pálinkát meg nem szeretem, hanem unom, mert a családom férfi tagjainak a pálinka főzés a hobbija. Minden karácsonyra, születésnapra, névnapra, húsvétra, pünkösdre, meg csak úgy kapok egy üveg pálinkát, nem rúgott annyi gólt a válogatott, amennyi üveg törköly van a konyhaszekrény tetején. Nagybátyám megkérdezi, hogy na, mit iszol? Mondom, fröccsöt. Na, nem érted, mit iszol? Erre 2 jó válasz van, Barack vagy Szilva. És Bayer Zsolt oktat vidékiségből. Engem! Ez az első kerületi várlakó burzsúj vén csofat fasz nekem magyaráz. Édes faszom, hát mi jön még, mi? Győzik-e lebassza a Rammsteint, hogy nem elég zúzós a zenéjük? Eszem megáll. Az elmaradottságnak, a suttyóságnak, a gusztustalanságnak nem a disznóvágás vagy a pálinka a szimbóluma, hanem leginkább Bayer Zsolt és az állampárt. És soha nem kevernék össze egy disznót Bayer Zsolttal, bármennyire is agresszíven röfög. És röfög tovább. Pottyondi nem szereti a pálinkát, meg a kolbászt. Tekintetes uraság, hát zavarva hozéj. Jó híremet kelti, mert a óvári Márti borozóban meg az a pletyka járja, hogy nagyon is szeretem a páleszt, hát még a kolbászt. És azt is elárult a Bayer, amivel megnyugtatott, hogy csak azért nem hoz arra hasonlatot, hogy én milyen vagyok, mert az ügyeletes szerkesztő kihúzná az összeset. Ez viszont nagy elismerés. Most már csak az a kérdés, hogy ez a mitikus ügyeletes szerkesztő elvtárs, ez mi a lófasz csinált az elmúlt évtizedben? Maradjunk annyiban, hogy a Pottyondi, meg az összes többi nem szeretik a pálinkát, a disznóvágást, a focit, Szoboszlait, Rosszit, a magyar sikert. Nem szeretnek minket. Mi? Titeket? Én nem hinném, hogy valaha bárki egy kalap alá vette volna Bayer Zsoltot és Szoboszlait, vagy a magyar sikereket, vagy volt ilyen? Kiáltott fel valaha szurkoló, hogy honnan néz, hogy a Bayer Zsolték, hogy becsavarták ezt a labdát? Vagy honnan néz, a Bayer Zsolték, megint kaptak 2 Nobelt? Vagy honnan néz, a Bayer Zsolt negyedszer is rombányolta a főnökségét? Na, hát ezt az utóbbit már lehet. A magyar sikerről meg annyit, hogy 4 éven még azt akarták eladni, mint nagy magyar sikert, hogy Ursula von der Leyent Orbán Viktor Európa urává tette. Az első támadást már sikeresen elhárítottuk. Ez abban öltött volna testet, hogy alkalmatlan és ellenséges embereket választanak a számunkra fontos Európai Uniós intézmények élére. Nem bontom ki az igazság minden részletét, de a helyzet az, hogy bonyolult manőverek eredményeképpen ezt sikerült megakadályozni. Soros György jelöltjeit mindenhol elgáncsoltuk. Mindenhol. Megakadályoztuk, hogy ideológiai gerillákat helyezzenek a fontos európai intézmények élére, és a bizottság élére is,
egy gyakorlatias megközelítésű 7 gyermekes családanyát sikerült megválasztani. Most meg arról konzultálnak, hogy a 7 gyermekes anya a háttérhatalom ügynöke. De én bele sem merek gondolni, hogy pár gyengébb meccs után mit kap majd a válogatott, mert ebben az országban, hogy ki a magyar, ki a buzi és mi a siker, az állandóan változik. Csak 2 dolog állandó, a miniszterelnök személye és az, hogy Bayer Zsolt a várból játsza a büdös nagy 10 parasztot.